Mik azok a munkálatok, melyeket elkezdtek a BTG dolgozói a tavasz beköszöntével? Ugye most már itt a tavasz, úgyhogy sokasodnak a munkáink is. Az első körös fűkaszállásokat ugye már megkezdtük a parkokba, játszótereken, illetve most ugye a gyűjtőutak melletti területeknek a kaszálása történik éppen. Reméljük, hogy a hétvégére ezzel is végzünk, és utána folytatjuk a többi munkáinkat. Itt ugye a fápolási munkák vannak, a tavalyi ültetett fák, vagy az elmúlt 5 évben ültetett fák, inkább úgy mondanám, mert 5 évig kezeljük ezeket a fákat. Ezeknek az úgynevezett kitárnyírozása történik most meg, és tervéink szerint jövő héttől már ugye öntözzük is ezeket a fákat. Az egynyári növények ültetésén kívül terveznek-e mást is telepíteni? Az egynyári növények telepítése az, vagy ültetése az májusban fog kezdődni, hiszen akkor már biztonsággal lehet őket telepíteni. Most még ugye az eléggé fagyveszélyes időszakok vannak, úgyhogy az nem volna szerencsés most elültetni őket, meg még nincsenek is abban az állapotban, hiszen ezeket ugye januárban megrendeltük, és ezeknek a termesztése az most van folyamatban, vagy előállítása. Úgyhogy ezen kívül még ugye a sövénynyírásokon most már túl vagyunk, ezeket is megtettük. Itt most a faápolási munkák zajlanak még, ugye azt még ilyenkor, ami száraz gólyozás szükséges most már, hogy zöldülnek a fák, így jobban megmutatja, hogy melyek azok az elhalt részek, amiket el kell távolítani. Ebbe egy kicsit könnyebbség, viszont ezzel meg igyekeznünk kell, hiszen a költöző madarak meg már jönnek visszafelé, úgyhogy itt is egy kicsit be vagyunk szorítva időben, hogy mindennek megfeleljünk. Kicsit nehézkes, és ez most azt mondom, hogy ilyenkor van a munka dandárja. Ezen kívül ugye folyamatosan ellenőrizzük a játszótereinket, ezeknek a most a konkrét ellenőrzési időszak ez most ezen a héten be is fejeződik, és onnantól kezdve a javításokat fogjuk végezni ezeken az eszközökön. Facsemeték plántálása is szerepel idén a tervek között? A faültetés, amit ugye az önkormányzat szokott megrendelni, azt mi általában ugye össze szoktuk végezni, ez általában október-november hónapokban történik meg. Itt azért előfordul az is, hogy tavasszal is ültetünk fát, most erre még alkalmas az idő, úgyhogy azt, én azt mondom, hogy áprilisban még el lehet ültetni, volt már rá példa, és ugye tavaly is volt, de ez nem a BTG beruházásában megy, hanem ez önkormányzati megrendelésre. Itt ugye általában voltak olyan cégek, akik felajánlottak fákat, mi ugye jobban preferáljuk az őszi ültetést, hiszen azokat könnyebb kezelni azokat a fákat, ilyenkor ugye bejöhet egy-egy kánikula, amikor hát azt mondom, hogy olyan szinten nem tudjuk őket öntözni, hogy minden nap erre oda tudjunk figyelni. Általában a friss telepítésnél heti 2-3 alkalommal szoktuk locsolni ezeket a fákat. A kerttulajdonosok figyelmét mire szeretné elsősorban felhívni, mire ügyeljenek? Hát most ugye a korábbi években is ugye ez mindig nagy probléma volt, itt a zöld hulladéknak a kezelése, égetése. Ugye ezt már ugye jogszabály szerint nem lehet, vannak időszakok, ugye meg lehet engedni, általánosságban azt kell mondani, hogy tiltva van. Itt ugye elsősorban a komposztálás az, ami megoldható, most ugye az önkormányzat pályázatot is hirdetett, úgyhogy lehet komposztáló edényre pályázni, úgyhogy ezt ajánljuk a lakosság figyelmébe. Mennyire érezhető az évszakok eltolódása? Gondolok itt például arra, hogy idén milyen enyhe telünk volt, és a megszokottól hamarabb vége is lett. Ez mondjuk nem épp akkora probléma, de okoz-e bármilyen komolyabb nehézséget vagy fejtörést a BTG munkatársainak ez a fajta globális szeszélyesség, mely az élet számos területén megfigyelhető? Különösebb változás most nem volt, itt ugye a februárt azért kiemelném, hogy a február az viszonylag meleg volt, úgyhogy itt a növényzetnél tud nagyon nagy problémát okozni, hogy a növények már viszonylag korán elkezdtek hajtani, és hogyha most azért jön egy komolyabb lehűlés vagy egy-egy fagy, az nagy kárt tud bennük okozni. Tehát nálunk ugye ilyen szempontból olyan problémát nem okoz, hogy az egynyári ültetéseket ugye direkt ezért mi mindig májusba, vagy májusra tervezzük, hogy akkor már nincs ilyen probléma, és ugye nekünk gyümölcsfáink sincsenek, amelyeknél ugye a termésveszteséget tud okozni egy komolyabb fagyás. Itt ezeknél a fáknál annyira problémát nem okoz a parkfáknál, hiszen itt nincsen termés, amire oda kéne figyelni. Most, amire felhívnám a figyelmet, az, hogy tényleg zöldül minden, és ugye az ingatlanok előtti takarítás az ugye jogszabály szerint a lakosságnak a feladata az ingatlan határától ugye az úttestig terjedő szakaszon, ebbe a fűnyírás is beletartozik, úgyhogy ezt azért kérjük, hogy mindenki végezze el, hiszen mindenkinek azt mondom, hogy sokkal szebb egy olyan utcakép, ahol minden rendben van, szépen nyírva van a fű, tehát egységesen van kezelve.